Sziasztok! Ez a Pergamera Szavak csatornája, és a mai videóban a verses kötetekről lesz szó. Az a helyzet, hogy én nem szeretem annyira a verseket. Ugye, leginkább verseket Középiskolában és általános iskolában olvasunk, meg tanulunk meg, meg én is voltam versmondó versenyen, soha nem tudtam jól verset olvasni, meg megtanulni, meg hangsúlyozni, egyszerűen nem értettem, hogy hogyan kellene ezt hangsúlyozni, viszont egyszer egy versmondó versenyen már gimisként kaptam egy külön díjat. Ez volt a maximum, amit én el tudtam érni a versmondással. Nem voltam soha barátságban a versekkel, már pedig, hogyha valaki drámatagozatos a gimiben vagy oda felvételizik, akkor rengeteg verset és monológot kell elmondania. Az évek alatt, meg a felvételire is rengeteget kellett vinni, és én gyűlöltem ezt mindig is. És nekünk volt olyan feladatunk, hogy egy füzetbe fél évente be kellett írni legalább egy verset, amit szerettünk, és aztán beszélni arról, hogy miért szerettük, és hát nagyjából megtanulni, és ezzel mindig rettenetesen bajban voltam. Olyan verseket raktam be ebbe a füzetbe, amiket igazából nem is szerettem, mert egyszerűen nem éreztem azt, hogy a versek hozzám szólnának. Az egyetlen versíró, akit szerettem, és akitől folyamatosan vittem verseket, mert csak őt éreztem magam köz magamhoz közelnek, az Varó Dániel volt. Voltam is Varó Dánielnek egy közönség találkozóján is, és na, akkor éreztem azt, hogy igen, igen, ő az, aki olyan verseket ír, amiket értek, amiket tudom, hogy hogy kell hangsúlyozni, és amik modernek és viccesek. Úgyhogy ezért rengeteg varódani verset tanultam meg ebben az időben. De így nagyjából ennyi. A legnagyobb kedvenc versem az Ratkó József apám című verse, ezt egy akkori barátnőm ajánlotta figyelmembe, neki is ez volt a kedvenc verse, és ez volt az, amit megtanultam, és amit szépen átérezve el tudtam mondani egyedül. És akkor miután kikerültem a gimnáziumból, azután nagyon sok versel nem kellett foglalkoznom, egy pára még az egyetemen, de teljesen elkerült a líra, és csak is prózai könyveket olvastam mindig, és gondoltam, milyen érdekes lehet ebből a kiinduló pontból megnézni, hogy most hol tartok a versekkel, a versek terén, és hát azért ennyi verseskötetet kötetet találtam a polcomon, ami azért nem olyan kevés ahhoz képest, hogy mennyire nem vagyok verses. Úgyhogy arra gondoltam, hogy olvasok majd fel verset egy kicsit, és beszéljünk ezekről a könyvekről, meg arról, hogy milyen is az, amikor megfog egy vers, és érted, és milyen az, amikor nem, és össze vagy zavarodva. Úgyhogy most megpróbálok moly alapján minden verses kötetről beszélni egy kicsit, amit valahol olvastam, hát nem lesz sok, mert ezek csak azok, amiket én így magamtól választottam ki, nem azok, amik, amik kötelezők voltak nekem. Az első Adi Endre verses kötete, amiben az új versek, a Vérés és arany és az illés szekerén korszakainak a versei találhatók meg. Na, ez a legrégebbi verses kötetem. Bele van írva, hogy Tóth 8. osztályos tanulónak a négy év alatt végzett közösségi munkájáért azért kaptam, és nagyon betalált ez az ajándék kötet, mert Adi Endre a kedvenc költőm valaha, mert nagyon-nagyon sok kapcsolatom volt vele. Szerettem alapból a verseit, mert érthetőek voltak számomra nyolcadikosként, és mert borongósak voltak, és, és, éreztem valamit, amikor olvastam ezeket a verseket, és aztán őt húztam ki a gimnáziumi felvételimnél, és nagyon megdicsértek, hogy értem a Léda és a Csinszka versek közötti különbséget, és utána folyamatosan olvastam az ő verseit, ebből a kötetből minden versét elolvastam, nagyon-nagyon szerettem, a következő Arany János balladák. Ezt azért vettem meg, ezt a helikonos könyvet, mert akciós volt a Libriben tavaly, azt hiszem. És elolvastam, és ezzel is akartam nyitni egy kicsit a versek felé, mert hogy nagyon elhatárolódtam, mióta nem kötelező verseket olvasni. És ez egy nagyon szépen szerkesztett, illusztrált gyűjtemény, és Arany János olyan baladái találhatók meg benne, amiket egyébként mi is tanultunk anno. És hamar rájöttem, hogy a ballada az egy olyan típusú vers, amit én sokkal jobban szeretek, mert története van, mert hosszabb elbeszélés lényegében, csak verses formában, és ezért közelebb áll a prózához nekem. A következő, de lassan rátérünk a, a kortás könyvekre, az Csinszka, mert a csodának nincsen párja. Összegyűjtött verses kötete, és hát ugye ő volt Adi Endre egyik szerelme, legnagyobb szerelme, és ő is próbálkozott versekkel, hát miután ebben az időszakban a versírók voltak a legmenőbbek, és mindenki versel próbálkozott. Csinszka is nagyon sok verset írt, és magában a levelezéseikben is egy-két vers is megtalálható volt, és akkor láthatóak ilyen képek is, hogy hogyan írta a verseit, mik maradtak fenn, verskéziratok. És ez egy nagyon érdekes kötet volt a Jaffától, ezt én választottam a Jaffa kiadótól valamelyik éven, és érdekes volt elolvasni, mert mivel Adit nagyon szeretem, ezért Csinszka is nagyon-nagyon érdekelt. Szóval ez, ez, szintén egy olyan dolog volt, ami érdekes, és ez tök jó lenne, hogyha feljönne a magyar órákon, hogy nézzétek, egyébként Csinszka is írt verseket, olvasunk bele, hogy mi foglalkoztatta, vagy mivel próbálkozott, mennyire volt ő jó költőnő. Összehasonlításként ez jó lehetne, mert hogy csak férfi költőket látunk ebből az időszakból. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog a versekkel kapcsolatban. Itt van még Fazekas Anna Öreg Néne Őzikéje című könyve, amit idén olvastam el. Ez szóval nagyon-nagyon rövid kötet, és soha nem terveztem úgy elolvasni igazán. Mindenki tudja szerintem, hogy miről szól, meg úgy ismeri a kis verset, úgy a fülünkben van, de, de hogy úgy nem terveztem külön elolvasni, viszont ez is egy nagyon jó példája a verseknek, mert hát főleg az ilyen gyerekeknek szóló történetek azok versben sokkal jobban emészthetőek, mint a felnőtteknek szóló elvontabb, mély értelmű versek. Jöjjön még olyan, ami nincs meg nekem, Grecsó Krisztián magamról többet, és ez azért nincs meg már nekem, mert nekem ez a kötet nem tetszett. Ez tipikus példája volt annak, hogy nem értem, hogy mit akar elmondani nagyon sokszor, és ezért én így nem éreztem át ezeket a plusz mondani valókat. Itt van még Csokonai, itt van még Fejérdelek, Barbara az írásról és más szerelemről című kötete. Ezekből nincs a saját példányom, de igazából túl sok emlékem sincs róluk. Madács az ember tragédiája van bejelölve, de hát azt szerintem mindenki olvasta és egyébként azért szerettem például Dantét, meg Madácsot, mert náluk értettem, hogy történet van a verses fogalmazás mögött. Gément is idehozza a törékeny holmikkal, amiben én is úgy emlékszem, hogy van néhány vers, de azért ezzel most így nem foglalkoznék külön. Itt van néhány gyerekkönyv, Gőgös Gunnár a mosomosa, Csütörtök a kisördögi szívdeszert, ez a kettő Varó Dániel kötet. Na hát igen, Varó Danieltől bármi jöhet, mert mint mondtam, ő volt az egyetlen, akinél azt éreztem, hogy értem, hogy mit akar, és hogy értem, hogy miért verses formában írja meg, mert ez így sokkal viccesebb, meg üt, meg összekattannak a mondatok, és akkor kijön az, hogy ez így miért a többet, mint hogyha prózában írta volna meg. Varó Daniel, de mit vesződöm én? De mit vesződöm én te véled édes annyit? A stressz, a félsz, a hiszti, a nyűgök, macerák. Mint többször már a gond szívünkben ablakot nyit, s a szó gégénkbe hátrál, akár egy picirák. Elég időt idillez, még hogyha idill is. A szíved az enyémmel nem kompatibilis. Bőrünkből szikra pattan, ha megfogod kezem. Nem illünk össze, drága, mit szépítsünk ezen. De gomblukunkat mégis egymás hiánya lakja, és elvállásaink meg annyi kis patakja, a visszatélés tovább fut bele, lásd. Elhagylak, slépteim megint mögét szegődnek. Mert nem szerettem én még senkit így előtted, és nem tudok utána szeretni senki mást. És egyedül a gőgös gunár, vagy a mosomosa, most ezt nem tudom, de mintha a gőgös gunár lenne, volt az, amiből tesommal megtanultunk egy egész verset, és folyamatosan fel is mondogattuk. És ez csak úgy magunktól, mert hogy nagyon tetszett nekünk a Süt a mama szímű vers. <laughs> Biztos ti is ismeritek, nagyon szerettük, mivel a mi mamánk is mindig sütött, és ez két lányról szó szóval teljesen ránk illett, úgyhogy az, az egy ilyen nagyon pozitív verses élmény volt. És akkor még itt van a Psziché Vörös Sendortól, ami pedig már egy sokkal-sokkal nehezebb vers olvasás volt, mert hogy ugye ez verses formában egy történet, de, de nem feltétlenül folyamatos történet, hanem egy-egy vers, egy-egy momentum, és akkor rakd össze a pszichi életét. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz olvasmány volt, viszont amikor ezt megértettem, akkor pedig nagyon-nagyon értékeltem. Szóval az is egy ilyen új, pozitív dolog volt a versekkel kapcsolatban. És nézzük, mik vannak még itt. Az egyik Nádasdi Ádám, Kötete, és Nádasdi Ádám is azok közé a Kortás írók közé tartozik, akik megszerettették velem a vers formátumát. Ez egy nagyon-nagyon jó kötet, nagyon rövid kötet, szóval, hogyha versekkel szeretnétek próbálkozni, és mostani versekkel nem pedig visszatekinteni a régebbi költőkre, akkor mindenképpen ezt ajánlom. Nádasdi Ádám, jól láthatóan lógok itt. Két felhő között ím lógva maradtam, a lábam kalimpál a semmibe. Nincs biztos föld szilárd talaj alattam, de legalább ellátok messzire. Fiatalom mindig a múltban néztem, hogy hol siklott ki az egész dolog. Kerestem, kinek hajtsam meg a térdem, most meg ha kell, ha nem, lerogyok. A felhők közt hideg van és világos, én is jól láthatóan lógok itt. Kíváncsi gunnya vizsgálgat a város, és hallom a kérdést, a szónokit. Nem kéne a jövő felé csúszni, a nappal szemben siklani akár kell a mások igazába bújni, mint használt fészket használó madár. A másik pedig Simon Márton, a Rókák esküvé egy kötetet teljesen véletlenül vettem meg, már nem tudom, hogy miért, le volt akciózva vagy valami, és, és nagyon bejött a stílusa, mert na ő egy olyan, akit nem feltétlenül könnyen lehet érteni, viszont amit ír és ahogyan ír, az olyan, amit még nem láttam. Tehát, hogy úgy használja a vers formátumot, hogy azt érzem, hogy indokolt, és hogy tök jó, hogy ezt csinálja, és hogy tényleg jó dolgokat mond el a verseivel, szóval ez egy nagyon pozitív dolog volt nekem a versek kapcsán. Mielőtt visszatérnék a kortárs versekre, meg költőkre, egyet kihagytam Kosztolányit. Természetesen a Csodát nekem című kötete itt van nálam, amit tavaly vettem meg, és ez újabb próbálkozásom volt a versek felé nyitásban, és ez egy jó kötet, de amúgy nagyon sokan nem szerették, mert hogy a szegény kisgyermek panaszai van benne teljes végig, ami egy jó vers, én szeretem Kosztolányit is nagyon, de mást várunk. Szerintem ettől a kötettől sokkal karácsonyibb hangvételű verseket várunk, de az is van benne persze, nem mindegyik az, ez szerintem érthető egyébként, szóval nekem ez egy jó élmény volt, mert tényleg Kosztolányi is egy olyan íróköltő, akinek érthetőek a versei, és aki tényleg nagyon szépen ír. Úgyhogy én örülök, hogy van egy Kostalányi kötet a polcomon. Kosztolányit, mint írót nagyon-nagyon kedvelem, és rájöttem, hogy a versekkel sincs problémám az ő verseivel, úgyhogy ezért mindenképpen szerettem volna felé is nyitni. Na és akkor vissza a kortásokhoz, Kőri Zsimre, a másik Pig Bubi. Ez a verses kötet nekem nem igazán tetszett. Kicsit azt éreztem, hogy már ez túl kortás nekem, tehát túl van gondolva, már egy kicsit kevés vagyok ennek a megértéséhez, viszont nagyon-nagyon erős stílusa van Kőri Zsimrének, ő tanított engem az egyetemen, és egy eszméletlen fazon, nagyon okos, és nagyon-nagyon jó a stílusa, tehát élmény volt az órain ülni, ezért akartam mindenképpen olvasni tőle, nem bántam meg, örülök, hogy a polcomon van, viszont eh, na, erős stílusa van, van akinek bejön, van akinek nem, nekem nem, pedig egyébként az órákon nagyon bejött a stílusa, verset is írtunk az ő óráján, úgyhogy mindenképpen érdemes vele is megpróbálkozni, mert szerintem nem eléggé ismert kortás költő. És akkor itt van a legkedvencebb kötetem a versek körében, ez pedig a szívlapát gyűjtemény, mert ugye ebben rengeteg, rengeteg kortárs költünk verset található meg, és nekem fogalmam sem volt, hogy ennyien írnak még mindig verset, és na ez egy olyan gyűjtemény, amit tényleg mindenképpen kimiseknek is a kezébe adnék, mert hogy én rengeteg fontos költőnktől nem olvastam még, akik ebben a, ebben a könyvben írtak most, válogatták az ő verseiket, és nagyon örülök, hogy mindegyikbe bepillanthattam. Ez egy abszolút kedvenc verses kötet gyűjteményem, hogyha nem akartok egy kifejezett költőtől olvasni verset, akkor én mindenképpen ezt a gyűjteményt ajánlanám, mert hú, na ez mindent lefed, ami a jó vers szerintem, meg ami a kortárs vers. És érdemes ezekkel is próbálkozni, mert ezt nem sűrű mondják a gyerekeknek, a diákoknak, hogy egyébként kortárs költők is vannak, és tőlük is érdemes olvasni, mert lehet, hogy ők jobban megszólítják őket, olyan problémákkal, olyan témákkal foglalkoznak, ami a diákokat is érintheti. Na, ez pont egy ilyen kötet. És akkor jöjjön, tudom, már nagyon vártátok, Rupika úr, aki külföldön most a legmenőbb költő, ő egy nő, aki Milk and Honey című könyvével és a The Sun and Her Flowers kötetével nagyon berobban, mind a kettőt olvastam, az egyikből van egy angol példányom, és mind a kettőt angolul olvastam, és ez egy nagyon szép, illusztrált kötet, nagyon-nagyon egyszerű, nagyon-nagyon rövid versekkel, és igazából ezek ilyen szabad versek nem is nagyon rímelnek, ez is egy érdekes dolog egyébként, a szabad vers műfaja. Nagyon sokan nem szeretik, mert azt mondják, hogy klisés, hogy semmi újat nem ad, és hogy még csak arra sem törekszik, hogy sokszor rímeljen, és hogy ez így Miért? Más pedig meglátja benne a saját problémáit, a női ö, témákat, amiket taglal. És hát igazából én, én is így a kettő között vagyok. Az egyik nagyon tetszett, a másik már annyira nem. Azért érdemes eredeti nyelven olvasni, mert így nekem sokkal többet adnak a versei, mint lefordítva. Ez nem a fordító hibája, egyszerűen ezt érzem, hogy lefordítva kicsit klisésebbek ezek a versek, mint ahogy angolul értem, vagy ahogy angolul nekem ad dolgokat. de mindegy. Mindenképpen érdemes kipróbálni, elolvasni pár Rupika úr verset, mert nagyon-nagyon könnyen érthetőek a versei, nagyon nehéz témákat taglal, és hogyha bejön, akkor szerintem ő is egy nagyon jó kezdés. Rupika úr, The Perfect Date. Nothing is safer than the sound of you reading out loud to me. És a további kötetek furcsa könyvek lesznek, az egyik Cassie Balint Banán Revolver című kötete, azért, mert én ismerem az írót, és egyetemen volt íróolvasó találkozó, és úgy gondoltam, hogy megtámogatom őt azzal, hogy a magánkiadásban megjelent kötetét megveszem, és el is olvastam, ez egy eléggé szellős kötet, nem csak versek vannak benne, hanem próza is. Ő is egy kortárs költő, író, vagy legalábbis szeretne az lenni. Nem tudom, hogy azóta adott -e ki több könyvet, de igazából én egészen szerettem ezt a kötetét. Szóval egy érdekes könyv volt, ez látszik a címen is, meg szerintem a borítón is. És a többiek sem annyira. Talán a legismertebb az az itt lévő könyvek közül pap Ádám. Fölhamályok Füstében című kötete van nekem itt és azért ismerem őt például, mert a Colorcomnál dolgoztam, akik kiadták a köteteit, neki nagyon sok követője van a felületein, és nagyon érdekes és jó verseket ír. Ő egy feltörekvő kortárs költő, én azt nem tudom megítélni, hogy őt mennyire ismerik az emberek, de azt tudom, hogy nagyon sokan követik, és, és tényleg jól csinálja, amit csinál, szóval... Ebben is vannak illusztrációk, és igazából én szerettem a verseit. A következő ilyen pedig Bartos Janka mindenáron. Nagyon sok kolorkomos könyvem van abból az időszakból, és ö, ő szintén verseket írt, nagyon szépen meg szerintem az ő kötete. És érdekes volt tőlük verset olvasni, mert tudjátok, hogy a, az önjelölt, most ezt azért mondom, mert hogy nem tudom őket mennyien olvassák, de az önjelölt költők, költőnők, ők mindig olyanok, hogy vagy nagyon jó, vagy nagyon gagyi. És én egyébként mindegyiknél, akiket kiadtunk a kolorkomnál, azt éreztem, hogy, és végig kellett olvasnom a verseiket, hogy, hogy igen, ők adnak valamit, és érdemes ezzel foglalkozni mostanában is. És az utolsó Zsámba Marian hanghatások című könyve, ő egy nagyon fiatal, nálam fiatalabb lány, aki úgy gondolta, hogy versekbe foglalja, ezek is ilyen szabad versek, a gondolatait, amikor én íróolvasó találkozót szerveztem neki, és arra jelentkezett, innen ismerem, akkor még gimis volt, és nagyon azt érezte, hogy neki versekben kell elmondani azt, amit érez, ami szerintem egy nagyon-nagyon bátor vállalkozás, főleg ilyen fiatalon. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, szerintem a mai napig elérhető a csatornán, úgyhogy be is linkelem. Nagyon érdekelne egyébként, hogy ti milyen verseket szerettek olvasni, és ki a kedvenc költőtök? Írjátok meg nekem! Ezek lettek volna az én verses élményeim, remélem, hogy érdekes volt, és sokféle verset és költőt be tudtam nektek mutatni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!